Jó, Gabriella vagyok, a Waldorf Art rajziskola, rajz és festőiskola tanulója, ha így tetszik. Több mint 2 éve ismerkedtem meg a Waldorf Arttal, és azóta is rendszeresen járok a tanfolyamaikra, rajz és festőklubjaikra, és a Balatonföldvári alkotótábornak is rendszeres részvevője vagyok. Mindig nagyon szerettem volna rajzolni, vagy tudni rajzolni, de igazán tehetségem ehhez nem volt. És az alkotás valahogy mindig része maradt azért az életemnek, de az igazi fordulópontot 2017. januárja jelentette. Akkor ugyanis egy beszélgetés kapcsán valaki azt mondta nekem, hogy Gabi, neked festeni kellene virágokat, rózsaszín tulipánokat festeni. És ez kicsit banálisan hangzott, de mégiscsak valahogy betalált, és hirtelen felindulásból bejelentkeztem egy jobb agyféltek is rajztanfolyamra a Waldorfnál, mert láttam, hogy ez lesz majd mindennek az alapja. És annak ellenére, hogy különösebb tehetségem nem volt, ahogy ezt már így mondtam, a Waldorfnál egy olyan módszert kaptam, ami nekem is elérhetővé tette az alkotást. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy végülis egy ilyen analitikus módon közelítik meg a rajzolás folyamatát, és hogyha követem a lépéseket, akkor a siker az, vagy a végeredmény az garantált. És a nagy vágyam az a festés volt, de minden, szinte minden elérhető tanfolyamot végigjártam a Waldorf Artnál. Megtapasztaltam a pasztelkrétát, pasztelceruzát, akvarelceruzát, és csomó egyéb technikát, amik elérhetőek a rajz és a festőklubokon keresztül is. És az igazi szerelem a festés, de minden más eszközt is szívesen használok, vagy minden más technikával is szívesen dolgozok. És képzeljétek el, alig egy év tanulás után 2 képem is kikerült egy Waldorf Artos kiállításon. Fantasztikus érzés volt látni a képeimet a falon, és hihetetlen, hogy ennyi idő alatt ide tudtam eljutni. És azért nagyon hálás vagyok Andinak és Péternek, és köszönöm, hogy a Waldorf Art támogatásával járok ezen az úton, és szeretnék még sokáig ezen az úton maradni.